Kedves nézőink, az Egészségünkre című blokkunkban nem csak sok mindenről beszélünk, tanulunk, hanem általában hasznos tanácsokat is adunk. Hát gondolom, hogy ez most is így lesz, Tibor. Így van? Hát remélem, hogy lesznek olyan emberek, akiknek sikerül egy kis jó tanácsot adni, hiszen a téma az eléggé sikamlós, mondhatnám azt, hogy kicsit pikáns, nem szeretünk róla beszélni, talán nagyobb tabu övezi, mint a szexualitásunkat, mert hogy az inkontinencia, vagyis hát a vizelet és széklettartási probléma, az nagyon sok embernél jelentkezik. És ez egy természetes folyamat, vagy betegség, vagy korral jár? És szinte kortalan, mert ugye a csecsemő, aki megszületik, az még nem tudja tartani, aztán képes lesz rá, hogy tartsa a vizeletét. Meg kell, hogy tanulja. Meg kell, hogy tanulja, így van. Aztán már akár fiatalkorban is vannak olyanok, hogy valaki hát úgy nevet, hogy közben elej cseppen, sőt elej csurran. Aztán van olyan, hogy tüsszentéskor jön egy-egy csepp. De ezek inkább ilyen izomjátékok talán. Pontosan, de hát az inkontinencia is nagy részt erről szól. Ja, csak akkor már... És nagy részt az idegrendszerről szól. Vagy? És nagy részt bizonyos speciális problémákról, mint például gyulladás, hólyakhurut és a többi. Hát menjünk sorba. A legfontosabb azt tudni, hogy a lakosság kb. 6-8%-ának van ilyen problémája. Természetesen elsősorban az időskorúaknak, akiknél jellemzően a hölgyeknél, de úgy 50 fölött mondhatnám azt, hogy szinte minden második embernél van. Minden esetre rendkívül kellemetlen, amikor olyankor is előfordul, amikor hát olyan környezetben van az ember. Mi a megoldás? Nagyon fontos volna megtanítani egy gyerekkel, inkább azt mondom, olyan fiatal hölgyel, úrral, hogy mi az, hogy gáttorna. Mi az, hogy intim torna. Mi az, hogy felkészíteni a vizelet elválasztási szervek és ürítési szerveknek a tornáztatását. Hogyan lehet megelőzni ezeket a problémákat? Hát jellemzően a középkorú embereknél, az ülőfoglalkozásoknál gyakoribb, de például az effektív sportolóknál is nagyon sokszor előfordul. Merev és nagyon jól kidolgozott hasizom van, de odalent a gátat nem tartja megfelelően. Mert az is egy izommunka? Hogyne, természetesen. Nagyon fontos, hogy tudjuk szabályozni mi magunk összehúzással ezeket a területeket. Hogyan? A farizmokat kellene, én most mozgatom. Észre tetszik venni? Nem. Pedig tényleg csinálom. A két kis fokhagymát hátul kicsit megszorítani. Tessék csak megpróbálni. Biztos, hogy fog menni, mindenkorban megy, csak nem szoktunk ilyeneket csinálni. Valahogyan vicces, valahogyan nem természetes. Hát persze, hogy nem természetes, hiszen nem kellett ezt régen csinálni, mikor még megfelelő mennyiségű mozgással éltük az életünket. Most ülünk, most tévét nézünk, most dolgozunk, és hogyha tornázunk, akkor is csak egy kis mozgás. Természetesen kifejezetten 20-50-szer, tehát először elkezdeni egy 20-as far szorítással. Megy tehát az? Akkor ez egy torna. Megy, persze, hogy megy. Ez a legegyszerűbb. Ezt nő-férfi egyaránt csinálhatja. Tehát először egy 10-20, fölmenni 50-ig, aztán majd lemenni megint 10-ig. A másik ilyen intim torna az már kicsit nehezebb, hiszen akkor nem a farunkat, hanem az elő részen, hölgyeknek is, uraknak is. Tehát a húgyuti kivezető részeknél kell összeszorítani és elengedni. Összeszorítani, elengedni. Vagy például vizelet kieresztésnél. Egyébként naponta olyan 4-8-szor szoktunk ilyen célból vécére járni, hát kisdolgozni, vizelni, és ilyenkor olyan másfél deci és 5 deciliter közötti folyadék, tehát vizelet távozik a szervezetünkből alkalmanként. Ezért már megint ott vagyunk, hogy többet kell inni, ugye? Mert mit szoktunk mondani? Ahány kiló az illető, annyiszor 0,4 deciliter folyadékot. A folyadék alatt mit értünk? Levest, sört, hát a sört még hagyján. Vizet kérem szépen, nem ásványvizet, nem színes italokat, csapvizet vagy
szénsavmentes ásványvizet és gyógyteákat. Például akinek férfiaknál a prosztata problémák esetén a kisvirágú fűzike nagyon jó kis teja, de sok minden más teát is tudok ajánlani. Hát az Aloe Klubban azért vagyok ott hétfő, szerda, kett csütörtök délután, hogy mindenben tudjunk őszintén beszélni, és tudjak segíteni ingyen és bérmentve. A tanácsaimat így adom. Igen, a folyadékfogyasztás azért is nagyon fontos, kitakarítsuk a szervezetet, stb. Stb. De hogy akadály nélkül tudjon majd távozni az átmosás után a szervezetből a folyadék, és vele a szükséges méreganyag. Na most ilyenkor, hölgy is, úr is, szakítsa meg a vizeletet. Egyszer, kétszer, ötször. Fog ez menni, csak gyakorolni kell. És hogy mosolyogni lehet ezen a témán, de rettenetesen fontos. Ezen múlik bizony a prosztata, a hüvely és a szexuális életünk egy bizonyos része is. Akinek jó intim tornája van, annak a szexualitása is jobb lesz. Kérem szépen, mi határozzuk meg, hogy milyen lesz a szexuális életünk is, és milyen lesz a vizelet távozása a szervezetből. Gyakoroljanak, higgyék el, megéri. Mit tudok én hozzátenni segítségül? Hát természetesen a fül akupunktúrát. Nagyon-nagyon nagy sikerek vannak. Hát komolyan mondom, hogy azért is lett ez a téma most betéve, mert én nem tudom az ősz beköszöntével, a hideg napok beköszöntével, de az elmúlt napokban egymás után ilyen problémával kerestek meg hölgyek, urak, idősek és fiatalok. Tehát felfázás, hát kikészülés, mint ahogy én például akaratom ellenére húzatba kellett állnom egy jó ideig, és bizony megéreztem. Miért? Azért, mert a húzat az egy alattomos dolog. Nem mindig akkor történik, amikor olyan úgy érzi, hogy nagy húzatban van. Otthon a lakásban is. Tessék megnézni az ajtó alját, az ablak szigeteléseket, időben szólok, tessék megszigetelni ilyen szivacsos anyaggal az ablakokat, az ajtók alját, amennyire lehet eltömiszölni. Nem csak azért, hogy ne legyen húzat, hanem azért is, hogy ne legyen nagy a költség, mert ne az utcát fűtsük, hanem a lakást. És sokszor, bocsánat, egy másik pici téma hozzá, hogy a virágok, amikor nem értjük, hogy mitől sárgul, megy tönkre, kókadozik, lehet, hogy csak éppen a húzat. Abszolút igazad van. Biztos vagyok benne, hogy sokkal könnyebben tudunk élni, hogyha ezeket kiszorítjuk, de kérem, ne feledkezzenek meg megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékfogyasztásról, az intim torna elvégzéséről, bizony-bizony, ha lehet naponta, tanítsák meg a gyerekeket, vagy aki olyan tanítómester, akkor a párját vagy a barátait, nem szégyen erről beszélgetni. És hát mondom, fülakupunktúra, és vannak mert olyan... a fül ez mindenre jó. Hát pont, és a fül az kéznél van. És olyan bogyókat is tudok adni, amik kifejezetten arra szolgálnak, hogy nőknek és férfiaknak, tehát külön-külön nemre szabottan a vizeleti problémák, vizelet tartási problémák, hogy ilyen finoman fejezzem ki magam, vagy inkontinencia, problémák ne legyenek, ne legyen prosztatagyulladás, prosztatanagyobbodás. Tehát ezek ilyen komplexek, amiben... Komplex. Tehát az egész urogenitális, hát ezt így hívják szaknyelven, az egész urológiai és genitális, urogenitális terület nőnél, férfiaknál bármilyen problémája van, természetes módon meg lehet oldani. Ne higgyenek annak, hogy csak műtéti úton. Például a hüvely előreesés, az egy sajnos nagyon gyakori dolog. Hát tudom, a fiam, illetve hát a családban az egyik úr, szülésznőgyógyász, és tőle hallom, hogy egyre többen fiatalon jönnek már hüvely előreeséssel. De hát ha egyszer a természetben mindenre van gyógyír, akkor miért ne próbáljuk meg először a természetest? És ha ne adj úr Istenem segít, akkor még mindig jöhetnek az orvosok. Még lenne egy kérdésem, hogy ugye amikor hirtelen felfázunk, ott bizony fájdalom is van, csípés is van, sok minden előjön, és mi sokszor beszéltünk már a spritzniről, hogy ebben az esetben van-e ható ereje? Hát hölgyeknél mindenképpen. A spritzni az egy olyan dolog, ami az aloinak a szűrt, tisztított koncentrátuma, nagyon jó koncentrátuma, és vagy 11 néhány olyan gyógynövény, ami szintén a külső bőr
és bizonyos egyéb intimebb helyeknek a nyálkahártyáját, a gyulladását, a állapotát nagyon jól tudja befolyásolni. Tehát egyszerűen egy hüvely irrigációra alkalmas sok minden mellett ez a bizonyos pricni. Kérem, beszéljünk már őszintén egy kicsit nyíltabban. Hát miért szenvedjen az a kedves hölgy bármilyen, akár hüvelyszárasság, akár hüvelyfolyás, akár... Egy fertőzés. Azt mondtuk, hogy az aloé maga vírusölő. Egy felfázás. Uh-huh. És ha nem lép időben, annak nagyon-nagyon komoly következményei lehetnek. Te egyébként ugye tudjuk, hogy fitoterapeuta is vagy, és gondolom, hogy ilyenkor az ülőfürdőhöz is tudsz hát tanácsot hogyne. Adni. Sőt, hát nem csak a gyógynövényekkel, hanem a gyógynövény kivonatokkal is, bizonyos olajokkal, növényi olajokkal, amik egyre divatosabbak, és hát az már nem csak ott fog segítséget adni lent, hanem az aroma beszívásával az orron és a bőrön keresztül az egész szervezetnek. És kérem, most megint mondom, ősz van, ha nem tudnák, az immunrendszerünket helyre kell tenni. Minden ott kezdődik, hogy idegrendszer, immunrendszer, emésztőrendszer. Ekközel beszéljünk erről, de addig is ne váljanak, ha van kérdésük, keressenek meg, és szívesen fogok segíteni. Nagyon szépen köszönjük. Kedves nézőink, jó nagy puttony volt ez a mai, sokat kellett tanulni benne, de azt tudom mondani, hogy nézzék az ismétléseket, rögtön csütörtök hajnalba 3:30-kor meg lehet tekinteni az új műsort, majd csütörtökön 1 órakor várjuk Önöket a képernyő elé, szombaton délután 18 órakor is van egy ismétlésünk, és vasárnap reggel velünk lehet kelni 8-tól 10-ig, Te a glóriával, ébredjenek velünk. Köszönöm a figyelmüket, ne feledjék, hogy a telefonszámunk él, hétvégén is 0629-340-330. Viszont látásra, és ne feledjék, egészségünkre!